A gasztroséta program 0. napján, péntek délután egy mini konferenciát és egy gasztrokurzust tartottak, adj egy órát a Hungarikumoknak címmel Gyulán, az Almási Kastély Stefánia szárnyában. Az eseményen a hely hungarikumairól, valamint a nemzetiségek konyhájáról tudhattak meg többet az érdeklődők. Szalai Ágnes történész előadásában a Békés Csabára jellemző gasztronómiai hagyományokat elevenítette fel. A Békés Csabán jobbára ugye nagy gazdák, azaz tulajdonképpen a paraszti rétegnek egy tehetős, vagyonos rétege lakott inkább, és ők ilyen féligmeddig polgári életmódot is folytattak. Inkább az ő táplálkozásuk és az ő ételeik volt az, ami meghatározó volt. Azt, hogy otthon készítették a kenyeret, hogy nem csak kenyeret készítettek a kenyértésztából, hogy sokfajta tésztás ételt készítettek, ami nagyon csabai és csabai vonás a gasztronómiában, az a levesek töménytelen fogyasztása, friss idény zöldségek és gyümölcsök. A gyulai kolbász történetéről Tamás Kovicsné Gila Éva tartott ismertetőt. Most egy negyedórás előadásban kell 150 évet összefoglalni, ami azért eléggé neves feladat, és talán lehetetlen is, úgyhogy csak a nagyobb léptékű történelmi eseményeket, az induló gondolatokat, hogyan épült fel ez az egész hungarikumsága a gyulai kolbásznak. Erről próbálok egy 15 percben összefoglalót adni, ami azért egy lehetetlen kísérlet, ha úgy jobban belegondolunk. A gyulai gasztronómia jellegzetességeiről Szilágyi Sándor mesélt az érdeklődőknek. Az előadás tulajdonképpen azokat a titkokat eleventette föl, amik jellemzőek Gyulára is, és azt gondolná az ember, hogy vannak általános dolgok, például a szilvás papucs kérdése, amire azt gondolnánk, hogy nyugattól keletig minden van Magyarországon megtalálható most már, de régebben például csak ránk volt egy bizonyos fajtája jellemző, Kis Szilágyi Istvántól kezdve, aki ugye még például tanoncként, amikor egy jó képet festett, akkor többek között ilyen szilvás papucssal jutalmazták meg, de akár a barokkor konyhájának érdekességeit is meg lehet ismerni, például a teknős béka fogyasztás miben létét, vagy akár a csigát, hogy szerették-e, sőt, most van ugye Petőfi emlékéve, ki nem találnánk, hogy ő volt az, aki imádta a csigát. Komorodki Aliz elmondta, az esemény a pünkösdi hétvégén a mind a két városban, Gyulán és Békés Csabán is megrendezett gasztroséta felvezetése volt. Mai eseményünk a gasztroséta Gyulán és Csabán rendezvény keretében került megrendezésre. Tulajdonképpen ez a gasztroséta 0. napja, és egy mini konferenciát szervezünk a szakma számára, de mindemellett turistákat és látogatókat is várunk, fogadunk, hiszen számukra egy szórakoztató gasztrokurzust fog jelenteni a mai program. A rendezvény célja az volt, hogy a helyiek és a turisták kóstolók és bemutatók által jobban megismerjék a térség hungarikumait, helyi termékeit.